Sziasztok! Biztosan már sokan találkoztatok azzal a grafikával, amely Keden a névszavában jelent meg, és amely gúnytűz a kereszten szenvedő Jézus Krisztusból, és amelyen Müller Cecília tiszti főorvos asszony is szerepel. Én szeretném hangsúlyozni, hogy maximálisan elítélek minden olyan kezdeményezés, jelen esetben grafikát, amely valamely vallási, közösségvallási, csoportvallási, kisebbség identitásának a megcsúfolására irányul, jelen esetben minket keresztényeket ért ez a támadás, hiszen számunkra a kereszten szenvedő Jézus Krisztus hitünk legfontosabb szimbóluma. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg nekem, hogy megosszam veletek II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa legfontosabb gondolatait, hiszen ezekben a sorokban ott van a legfontosabb üzenet, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk. II. János Pál pápa apostoli levele a társadalmi kommunikáció felelőseinek. Végül nem feledkezhetünk meg azokról a média által nyújtott nagy lehetőségekről, melyek a kölcsönös megismerés, a szolidaritás és a béke eszközeként elősegítik a párbeszédet. A médiumok jelentős és pozitív erőforrást hordoznak, ha a népek közötti megértés szolgálatába állítják őket. Viszont romboló fegyverré válhatnak, ha a jogtalanságok és a konfliktusok fenntartására használjuk. Tiszteletre méltó elődöm, boldog 23. János pápa a Pácemin Terris kezdetű enciklikájában prófétaként figyelmeztette az emberiséget ezekre a lehetséges kockázatokra. Mindannyian látjuk, hogy a romboló fegyver a médiában egy grafika formájában is megjelenhet, ezért kérlek titeket, hogy a videóm alatt látható linkben találjátok meg azt a petíciót, amelynek aláírásával azt támogathatjátok, hogy a Névszava vonja vissza ezt a grafikát és kérjen bocsánatot, hiszen ez megengedhetetlen, és arra kérlek titeket, hogy a videó megosztásával is terjesszétek ezt a lehetőséget, amelyben petíció formájában lehet tiltakozni a grafika ellen. Nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!